mostani videóban azt fogjuk megnézni, hogy valójában miért romlanak el a fogaink, a fogíny, miért gyengülnek meg, miért szúvasodnak a fogak, és mit tehetünk ellene. Szeretettel köszöntök mindenkit! A megfázás után a fogszúvasodás a második leggyakoribb egészségügyi probléma világviszonylatban, és hátterében a szájban lévő Streptococcus mutans baktériumnak az elszaporodása áll. Ez a baktérium a cukor és más szénhidrátok erjedésének hatására szaporodik, ilyenkor sav termelődik a szájban, csökken a szájban a pH érték, tehát savasabb lesz, így feloldódnak a fogakban az ásványanyagok, ami a fogak gyengülését eredményezi, és létrejön a lyuk. A fogszománc alapszinten erősebb, mint az acél, és arra lett kifejlesztve az evolúciónk során, hogy még akár a csontokat is meg tudjuk rágni. Ezért van az, hogy az archeológusok sok tízezer éves fogakat is találnak épp állapotban ugye az ásatások során. Gondoljunk csak bele, hogy mekkora romboló hatása van a cukornak, ha egy az acélnál erősebb anyagot is képes tönkretenni. Ugye azt magyarázták be nekünk, hogy majd a fluorral és a gyakori fogmosással megoldódnak a fogproblémák, de ez is csak egy mese, amit néhány évtizede a cukoripar és a mögött álló nagytőkések terjesztettek el, hogy eltereljék a figyelmet a cukor rendkívül káros hatásairól. Rengeteg pénzt fizettek a világ különböző részein a kutatóknak, hogy ne hozzanak nyilvánosságra olyan kutatásokat, amelyek a cukor szívésérrendszerre kifejtett káros hatásairól szól, ugye ráfogták a koleszterinre és a zsírra, és ilyen eltitkolt kutatások voltak azok is, amelyek egyértelműen igazolták, hogy a cukorbevitel a felelős a fog problémák 90%-áért. Azóta az is kiderült, hogy a fluor nagy dózisban kifejezetten gyengíti a fogakat. Én nagyon régóta nem használok fluoros fogkrémet, azóta nincsenek fog problémáim. A fogíny sorvadást, a fogíny visszahúzódását és a fogíny vérzést is a C-vitamin hiány okozza, mivel a C-vitamin kell a kollagén, tehát az összetartó szöveteknek a felépítéséhez, így a fogínynél lévő sejtek szoros összekapcsolódásához is. Ugye a dohányosoknál azért gyakoriak a fogíny problémák, mert a dohányfüst rengeteg C-vitamint használ el a szervezetben, ezért hiány alakul ki belőle, és így hosszú távon már nem tud felépülni az új fogíny szövet a fogak körül. Az első fontos vitamin a fogak számára a D-vitamin és a K2 vitamin. A D-vitamin 20-szorosára növeli a vérben a kálcium szintjét, a K2 pedig meghatározza, hogy ez a kálcium hova kerüljön, és a legjobb hely számára a csontok és a fogak. Tehát ha valakinek gyakran lyukasak, szúvasak a fogai, nagy valószínűséggel vagy nem hasznosul rendesen, vagy alacsony a D-vitamin és a K2 szint a szervezetében. További jelei az alacsony D-vitamin szintnek a fogak csikorgatása, a szorongás gyakran, illetve idősebb korban a hátfájás, a csontok fájdalma. Jó K2 vitamin források a vaj, a tojás, a savanyú káposzta és a sajtok többsége. A D-vitamint a napon tartózkodással pótolhatjuk, a téli időszakban pedig olyan D-vitamin készítményt szedjünk, amely zsírban van oldva, például olívaolajban. Ha D-vitamin kapszulát vagy cseppet szedünk, nyugodtan felmehetünk fokozatosan napi 10-20 ezer nemzetközi egységnyi mennyiségre is, ami az legalább kell egy 100-200 mikrogram K2 vitamin. Második lényeges dolog, hogy a fogainkat jó erőben tartsuk, az az ásványanyagok és a nyomelemek bevitele, melyek közül a legfontosabbak a kálcium és a foszfor, illetve a cink, a réz, a mangán és a molibdén nyomelemek. A fogzománcban a legnagyobb mennyiségben a nátrium, a magnézium, a kálium, a cink és a kálcium található. A kálciumot nincs értelme külön étrendkiegészítővel pótolni, együnk magas kálciumtartalmú ételeket, azzal bőven lesz elegendő kálcium a fogak számára. A kálciumhoz kell ugye az első lépésben taglalt D-vitamin és a K2 vitamin. A nyomelemek pótlásához ajánlom figyelmetbe az elektronik italport. Itt a nyomelemeknél fontos megemlíteni a fitinsavat is. Ugye a fitinsav a gabonákban, magvakban, babfélékben található meg nagyobb mennyiségben, és ha túlzottan sokat viszünk, befogyasztunk hosszú távon, azzal gátolhatjuk az ásványok és a nyomelemeknek a hasznosulását a szervezetünkben. Az utolsó harmadik lépésben pedig a fogak egészségéhez a fogíny
megerősítésére is kell gondolni, ami ez a C-vitamin és az A-vitamin a két legfontosabb. A C-vitaminról volt már szó a videó elején, ugye elengedhetetlen a kollagén felépítéséhez, tehát a fogény szövetek létrehozásához. A C-vitamint, mint ahogy a többi vitamint is, érdemes természetes forrásból pótolni, tehát ételekkel, italokkal. A C-vitamin tablettákban és kapszulákban csak aszkorbinsav van, ami nem C-vitamin, csak a C-vitamin külső burka. A legjobb C-vitamin források a savanyú káposzta, a zöldségek, a paprika, a homoktövislé, a citromlé. A vitamin az állati eredetű ételekben található csak meg, a növényekben lévő bétakarotinnak jó esetben 5%-a alakul csak át a vitaminná, tehát a bétakarotin az ugye nem a vitamin. Jó a vitamin források a májételek általában, csukamájolaj, tőkehalmáj, és általában a tengeri ételek. Itt említeném meg ennél a harmadik pontnál magának a kollagénnek a bevitelét is, kollagéntartalmú italporokkal. Tehát ha közvetlenül a kollagént pótoljuk, azzal biztosítjuk, hogy legyen bőven elegendő alapanyag a fogíny felépítéséhez. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a fogak egészségéről, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így a YouTube másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!